A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Figyelj, innentől kezdve az iroda biztonságban van, a többi az meg úgymond apróság. Azért nem baj az a 2 méter. Igen. Kár lett volna azt a 20 centit elspórolni. Uh-huh. És ez még megy feljebb. Igen, ez megy azért... 40 centit, nem? Nagyjából, talán 30-ot mondott Roland, vagy valami ilyesmi, de hogy így az nagyon határon lett volna, hogyha 180-ra tesszük. Ahogy azt a korábbi videókból nyilván láttátok, a telepet elöntötte a víz, úgyhogy a tartalomgyártással kiszorultunk ide a való világba. Hogy mi történt pontosan nálunk? Arról megnézhettek 2 nagyon tartalmas videót a nagy csatornán, mindenképpen menjetek át oda, berakom a linkeket ide alulra, meg az első kommentbe, valamint megnézhettek egy összefoglalót itt a Check Engine-en. Ez a videó most azt fogja megmutatni, hogy a mi környékünkön, tehát itt Szentendre és Észak-Pest környékén mégis hogyan védekeznek az árvíz ellen, és milyen megoldásokat használnak, valamint hogy picit megpróbálok megnézni, hogy mennyire hatékonyak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán kezdünk! Szentendrének komoly múltja van az árvizekkel, a legjelentősebb talán az 1838-as volt, amikor több mint 170 ház összedőlt és további több mint 110 megrongálódott. Ez a mobilgát a 2013-as árvíznél már állt, akkor 796 centinél tetőzött a Duna. Itt Szentendrénél beszélgettem helybéliekkel, és azt mondták, hogy nagyon jó, nagyon hatékony, viszont akkor már azért eléggé megdolgozták a gumitömítéseket, amikor az az árvíz volt, mert hogy nem csak így lazán szivárgott, ahogy itt most látszik így a földön, hanem bizonyos pontokon egyenesen át spriccelt a víz a gumitömítések között. Reggelente a páravonalból lehet megállapítani amúgy, hogy éppen hol tart a víz. Most még azért van bőven 180 centis most ez a jelenlegi építés, 240 centig lehet bővíteni, és a tetején nézzétek azokat a kis kampókat, azokat lehet még tovább feszíteni, és akkor ezzel még további víznyomásnak ellen tud állni, tehát ez javítható a szigetelése, ugye még jobban rányomódik a gumikra. Amúgy az egészet mindössze 8 óra volt felépíteni, végeznek gyakorlatokat is, találtam olyan 2021-es cikket, ahol a vonatkozó helyi szerv az árvíz időszakon kívül is építési gyakorlatot tart, hogy amikor kell, akkor fel tudják állítani. Ezt a szakaszt itt a korzón 8 óra alatt felhúzták. Azt lenne igazán érdekes tudni, több helyen megnéztem, de nem nagyon találtam róla információt, hogy vajon milyen mélységig húrják le azokat a konzolokat a betonba, meg hogy meddig tart ez a betonalap, hogy ellen tud tartani a víznyomásnak. Tudtom, amikor tesztelik, akkor ezeket a szekciókat 7 tonnával terhelik meg. Ezt az előbb emlegetett gyakorlatot amúgy minden évben elvégzik, akkor is, amikor nem veszélyezteti ezt a szakaszt az árvíz, és 15 munkásnak egy 80 méteres darabot 75 perc alatt fel kell, hogy állítsanak, tehát meglehetősen összehangolt és jó az a munka. Ez mellesleg azért jó, mert a karbantartást és az ellenőrzést is elvégzik. Az előrejelzéseknél valamivel alacsonyabb lesz a legmagasabb vízszint, amikor majd tetőzik a Duna, de az biztos, hogy ennél a szintnél itt még magasabb lesz. Ezt a videót péntek délelőtt rögzítem itt Szentendrén, a megjelenés az vagy szombat, vagy vasárnap este lesz, de addigra már jó eséllyel túl lesz a tetőzésen a fővárosi szakasz. A legmeghökkentőbb az az egészben, hogy itt van ez az alumínium struktúra. Nincs egy arasz széles, viszont ennyire irgalmatlan víztömegnek ellen tud állni. Tényleg az van, hogy amikor az ember belekerül egy ilyen helyzetbe, hogy a környékén valahol árvízkészültség van, akkor a körülmények miatt hajlamos túlnézni ezeken a műszaki megoldásokon. De ez itt valami elképesztő. Van abban valami furcsán nyomasztó, hogy itt most én is leültem megenni egy reggelit, meg úgy emberek kávéznak és nézelődnek, miközben, hogyha az a alumínium lemez nem lenne ott, akkor már a fejünk húbjáig érne a víz. A
római parti mobilgát vitája lassan 10 éve húzódik, és saját adást érdemelne, lehet, hogy egyszer bele is vágok. A lényeg az, hogy az egyik oldal nem szeretne mobilgátat, mert ez Budapest utolsó természetes Dunapart szakasza, nagyon sok fának a kivágásával járna, és a természetes környezet tönkretételével. A másik oldal viszont értelemszerűen szeretne, hiszen sokkal hatékonyabban tudják megvédeni az értékeiket, befektetéseiket, ingatlanjaikat, mint hogyha zsákolni kéne minden évben. Na most itt szerepet játszik a politikai érdek, az ingatlan lobby, helyi vállalkozók érdekei, a különböző pártok egymásnak feszülése. Nem tudni, hogy mi lesz a vége, az viszont látszik, hogy én most itt vagyok a Mátyás Király út végén, ugye még sétálgatni szoktunk nyáron, viszont hogyha nem lenne itt ez a sánc, amin éppen állok, és az utca elején van még egy arra az esetre, hogyha itt a víz átbukna, szóval ha nem lenne itt, akkor nagyjából ilyen 1,20-1,30 m magasan állnék a vízbe. De hogy valami fejlemény is legyen, 2023 végéig 6,2 milliárd forintos uniós támogatásból az Aranyhegyi patak és a Pünkösfürdői gát védműve azért megépült. Ugye az sem egészen egyértelmű, hogy hol kéne lennie ennek a mobilgátnak. Van, aki azt mondja, hogy egészen lent a parton, még léteznek tervek arra is, hogy jó 80-100 méterrel feljebb az ártér felső részénél. Ha jól tudom, akkor itt a Losonc utcában tulajdonképpen ilyen szomszédsági összefogással oldották meg ezt a helyzetet. Hány ember vett ebben részt? 14 család egészen pontosan. Ez, mivel a Losonc utca mindig is megvédte magát az árvíztől, elég könnyű volt az összefogás, mert van az utcában valaki, ezt már korábban felépítette. Én új beköltöző vagyok, tehát a 13-as nagy árvíznél még nem voltam itt, úgyhogy egyszerűen csak behívtam a mi győzőnket, hogy hozza ide az összes embert, bementünk a nappalimba, és ott megbeszéltük, hogy apukámmal átszámoltuk, árvízvédelmi szakember, én pedig jól szervezek, és megbeszéltük, hogy körülbelül 150-200 ezer forint lenne megépíteni a gátat úgy, hogy mindenki meg lenne védve, mert sokunk úgy építette meg már újonnan a házat, hogy 9 méterig vagy a felett is akár árvízvédelem biztosak, de van az utcában sok olyan ember, aki nem ennyire szerencsés, van egy 93 éves én, aki már a házából se tud kimozdulni, és őt bizony elvinni az árvíz. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ahelyett, hogy csak a kapunkat raknánk be, megpróbáljuk megvédeni a közösséget, és mindenki azt mondta, hogy beszáll ebbe a költségbe. Tehát akkor mondhatni közösségi finanszírozás volt? Így van, tehát akkor vasárnap igyekeztünk felvenni az összes önkormányzati és kormányzati szervvel a kapcsolatot, hogy milyen információkra, milyen segítségre számíthatunk, és mondták, hogy az árterület, és itt semmilyen segítségre nem számíthatunk, úgyhogy így, mi úgy számoltunk, hogy ezt nekünk magunknak kell megoldani. És amikor leraktunk egy egyébként nem egy bonyolult tervet, és már sajnálom, hogy korábban ezt nem terjesztettem ki az összes többi közösségre, és nem hoztuk össze őket, és nem kezdtem el hamarabb ezt a szervezkedést, mert valószínűleg, hogy sikerült volna az egész partszakaszon egy ilyet összehozni, ha összefogunk, mert amint volt egy terv, és ezt mondom, vasárnap este raktuk össze apukámmal a megbeszélés után, hétfő reggelre már hétre itt volt az első kamion. Tehát, és aztán, ahogy látták, hogy itt van irányítás, és van szervezettség, és van kitől kérdezni, hogy mire van szükség, ennyi volt. Hát, hogy jöttek emberek, kérdezték, hogy mire van szükség, és nekem csak diktálni kellett. Tehát, nagyságrendileg milyen költséget rótt az így a közösség tagjaira, hogy megépüljön ez a rendszer? Ez itt most azért elég hatékonynak tűnik, tehát, hogy a Duna magasabban van, mint ahol mi átsorgunk, és száraz a talaj. Így van, sőt, az én pincém is száraz. Nálam, a Nyugáton túl pedig nem sokaknál. Mekkora költség, ezt majd utólag fogjuk megtudni. Nyilván kiderült, hogy dupla annyi homok kell, mint amit terveztünk, nyilván kiderült, hogy dupla annyi homokzsák kell, viszont a fóliát pedig ingyen kaptuk, amiért nagyon hálásak vagyunk egy gyárnak, Pártium 70 Kft. Azt hiszem, akik ezt ingyen a rendelkezésünkre biztosították az árvízvédekezéshez. Szóval nyilván több homok kellett, de ezt már szintén felajánlásokból kaptuk, és ezt nem hagyhatom ki, hogy amikor hallották, hogy van szerveződés, akkor a helyi fideszes képviselők a saját tiszteletdíjukból rendelték ide a másik 400 köbméter. Mi 400 köbméter agyagot rendeltünk, ők pedig 400 köbméter homokot a saját tiszteletdíjukból, és az összes homokzsákot is végül ők intézték el nekünk, ez több mint 20 ezer homokzsák. Az önkormányzattól lakcímkártyánként hol százat adtak,
hol 300-at, hol egyáltalán nem adtak, szóval nagy volt a fejetlenség. Sőt, még olyan is volt, hogy az önkormányzat hozzánk küldte a Nyugáton túl lévő lakosokat, aki a pincéjüket pakolták, hogy a homok itt van a Losonc utcában, és innen kell vinni. Úgyhogy nagyon kellemetlen volt, amikor meg kellett kérni őket, hogy ez nem az ingyen önkormányzati homok, hanem ez a mi homokunk, és persze párzsákkal vigyenek, de hogy ne volt, aki platós autóval vitte a zsákot, és azt mondtuk, hogy ez ki lett számolva, és hogy ennyi nincs másnak is. Mivel a kérdés úgy hangzott, hogy ki az, aki anyagilag is segített a védekezésben, ezért csak a helyi fideszes képviselőknek a neve hangzott el, de nagyon szeretném megjegyezni, hogy a rengeteg önkéntes, mindenféle színű, mindenféle hovatartozású önkéntes nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Sajnos tényleg nem tudtam leadminisztrálni azt, hogy ki mindenki járt itt, és csak a felcímkézett pólókból, emlékezetből tudom mondani, hogy itt voltak a Tisza párt képviselői, itt voltak a Kétfarkú Kutyapárt, itt volt a Hídgyülekezet, itt volt a szientológusok, itt voltak az MCC-s diákok, itt volt egy egész Waldorf iskola, volt Marosvölgy Anna és a teljes Mi Hazánk csapata. A kellemetlen történeteket pedig megtartom, hogy ki mindenki fotózkodott a gáton, úgyhogy azt állította, hogy az övé. De azt minden esetre jól látni, hogy ez egy ilyen ideológiákon felülálló. Igen, fintor nélküli. Tehát az volt nagyon jó látni, hogy amit az ember a médiában lát, ezt az iszonyat ellenállást, meg ütközést, az itt nem volt, hanem elképesztő szeretetben, összhangban, tényleg egy rossz, nem tudom, fintor nélkül, egymás segítve dolgoztunk itt a Dunaparton. Ez egy nagyon jó érzés volt. Reggelente itt a vasúti összekötőn át járok dolgozni, és hát a Dunára akkor sem lehet azt mondani, az év nagy részében nem lehet azt mondani, hogy egy ártatlan kis csermely, de az a kép, amit az év maradék 350 napján látok belőle, hát az nem ez. Egészen drámai innen fentről a látvány, hogy mennyire meg tud nőni ilyenkor a meder, és főleg az, hogy ott a szórakozó helyek, ahol ücsörögni szoktunk, azok igazából teljesen vízre kerültek. Most látszik megtérülni az a munka, amit itt 4 nap alatt az árvíz előtt így pánikszerűen beletoltunk a felkészülésbe, mert hogy autó vízben nincs, a konténerek azok stabilan állnak 2 méter magasan, és még legalább egy 70-80 centi van, mire eléri őket a víz. Nyilván nem tudjuk, hogy bent mi a helyzet, meg hogy úgy körbe mi fog majd előkerülni, ami most így felázik vagy beúszik, de hogy az iroda egyben van, az minden esetre elég megnyugtató. Igaz, Dani? Lesz hol dolgozni ezután is, ez mindenképpen pozitív. Milyen érzés így látni a telepet, mi sékerjek? Hát, kicsit szomorkás. Tudod, mi az, ami megindít? Hogy ez a rohamtempójú pakolás, ez majd egy milyen hosszadalmas takarítással fog járni. A levonulás is milyen hosszadalmas lesz, meg aztán a pakolás, takarítás, igen. És célszerű lesz majd úgy pakolnunk, hogy rendszerezve, szortírozva, és ez gyorsítani nem fogja a folyamatot semmiképpen. Igen. Ellenben tök jó apropó, hogy megszabaduljunk egy csomó felesleges dologtól. Így van. Egy kis kényszer hatására nagyobb rend lesz, mint előtte. Viszont ami... Felmosva fel lesz. Az biztos. Viszont ami nagyon lényeges, hogy úgy kell kitalálni ezt a pakolást, hogy tavasszal is lesz a gyárvíz. Figyelj, innentől kezdve az iroda biztonságban van, a többi az meg úgymond apróság. Azért nem baj az a 2 méter. Igen. Kár lett volna azt a 20 centit elspórolni. Uh-huh. És ez még megy feljebb. Igen, ez megy, azért... 40 centit, nem? Nagyjából, talán 30-ot mondott Roland, vagy valami ilyesmi, de hogy így az nagyon határon lett volna, hogyha 180-ra tesszük. És a kis túránk az itt ér véget a Margit hídi hév megállónál, mert itt találtam még ilyen érdekességet.
fönnáll az a probléma, amikor így megemelkedik a vízszint, hogy megemeli a vasúti útpályát, ezért itt az aluljárónál 400 tonna zúzott kővel, 400 tonnányi szerelvényt hoztak ide zúzott kővel megpakolva, hogy lesúlyozzák. Ez amúgy egy valós veszély. Volt olyan ismerősöm, aki lakóparkban él, és azt mesélte, hogy náluk elárasztják a mélygarázsokat azért, hogy kiegyensúlyozzák az épületet, hogy ne emelje meg a feltörő víz. Úgyhogy gondolj bele, hogy amikor 2 millió forintot fizetsz négyzetméterenként a lakásodért, majd szólnak, hogy pakolás van, mert hogy el fogják árasztani a garást. Úgyhogy a mi környékünkön nagyjából ezek mennek, ezek az érdekességek. Írjátok meg, hogy felétek, hogy zajlik a védekezés, vagy hogy miket láttok, miket tapasztaltok. És van még egy dolog, amiről beszélnünk kell, ami nagyon fontos. Különböző csatornákon, akár YouTube kommentekben, akár Insta, személyes Instagramunkon, TikTokon, mindenfele, ezer meg ezer üzenetet küldtetek, hogy azonnal jöttök segíteni, hogyha úgy van. Mi erre jellemzően nem válaszoltunk, mert eléggé el voltunk havazva, de roppant hálásak vagyunk, nagyon-nagyon köszönjük ezt a rengeteg felajánlást, tényleg ti vagytok a legjobb nézők. És azért nem kértük, hogy gyertek, mert nagyon sok olyan munkát végeztünk, sőt, szinte kizárólag olyan munkát végeztünk, amit olyan embereknek kellett csinálnia, akik képben voltak az adott feladattal. Most ne feltétlenül a hegesztésre gondoljatok, vagy a darúzásra, hanem arra, hogy amikor a Dani azt mondta, hogy ezt meg ezt át kell pakolni innen oda, akkor olyan emberek kellettek, akik tudják, hogy az adott hol mit hol keressék, és hogy kell megfogni, és hova kell vinni, ami hát nem egészen egyértelmű. Szóval ezért volt az, hogy egy kisebb, de jól összeszokott csapattal most hatékonyabban tudtunk dolgozni, mint hogyha sok lelkes önkéntest kellett volna terelgetni. Ezen felül még egyszer nem tudunk elég hálásak lenni ezekért a felajánlásokért. Tényleg szuperek vagytok, nagyon-nagyon köszönjük. Most még van jó sok check engine-es anyag, ami még ki tud menni az elkövetkező hetekbe, készülnek a közéletanyagok ahhoz, amihez nem kell bemenni a telepre. Úgyhogy videóhiány nem lesz, majd amikor kezdődik a visszapakolás, akkor majd egy kicsit megint meglassulunk a tartalomgyártásban, mert nyilván amíg pakoljuk ki az iszapot a telepről, addig majd nem tudunk videót vágni, meg hasonlók, de biztos, hogy ez a heti két videó az nagyjából még így is menni fog. Köszönjük, hogy néztek minket, köszönjük azt a mérhetetlen támogatást, és azt a sok-sok jó kívánságot, amit a videókba küldtetek, akár itt, akár a nagy csatornán, tényleg menjetek át a nagy csatornára, mert nagyon jó kis videók vannak az elmúlt néhány napról, hogy küzdöttünk mi az áradással. Aztán bízom benne, hogy hamarosan normális kerékvágásba folytatjuk az életet. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, látogassatok a Patreonunkra, és hamarosan folytatjuk.